16 évvel ezelőtt Magyarország döntött. A magyar választópolgárok egy népszavazás keretében több mint 84%-kal úgy döntöttek, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Unióhoz. Fontos ez a dátum, hiszen 2003. április 12-én magyar emberek meghozták azt a döntést, hogy ahhoz az értékközösséghez akarnak tartozni, amit az Európai Unió jelent, fel akarnak zárkózni a nyugat-európai országokhoz, és az elmúlt eltelt 16 évben azt tapasztalják, hogy ez a döntésük ez helyes volt. Ezt a döntésüket kérdőjelezi meg a Fidesz a jelenlegi politikájával, hiszen az a folyamat, amit láthatunk, és azzal, hogy a Fidesz pártagságát a legnagyobb európai pártcsaládban felfüggesztették, az előrevetíti annak a képét, azt a tragédiát, hogy akár Magyarország kisodródhat abból a közösségből, amelyhez csatlakozni akar. A Fidesz ezzel a politikával a nép akarattal szemben politizál. Azok a döntések, azok a nyilatkozatok, amelyek megkérdőjelezik ennek a közösségnek a jövőjét, a létét, azok szembe mennek a magyar emberek akaratával. Mi azért hoztuk létre az egyetlen közös listát az európai parlamenti választásokra, azt a piros-zöld koalíciót, hogy képviseljük ezt az érdeket, hogy a magyarok érdekét, Magyarország érdekeit képviseljük majd az Európai Parlamentben, és kiálljunk amellett a népakarat mellett, amely 16 éve töretlenül támogatja, hogy az Európai Unió tagja Magyarország. Köszönöm szépen. Az MSZP kampányfőnökeként szeretnék néhány mondatot hozzátenni a pártelnök mai. Számunkra ünnepi, hiszen mi ünnepeljük azt a népszavazást, amelyben a magyar választópolgárok az Európai Uniós tagság mellett döntöttek. Ehhez szeretnék néhány dolgot hozzáfűzni. Több száz településen járt az elmúlt néhány napban az MSZP kampánybusza és az MSZP politikai vezetői jelöltjei. Én magam 30 települést jártam végig, és sok ezer emberrel találkoztam. Néhány nap alatt több tízezer ajánlást gyűjtöttünk, és mindenki, aki az ajánlások miatt odalépett a sátrainkhoz, mindenki támogatta az MSZP-nek azt az aláírás gyűjtő ívét, azt a petíciót, amelyben mi azt követeljük, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjai akarunk maradni. Nekem is kellemes meglepetést okozott, hogy a választópolgárok mennyire egyértelműen jönnek oda a pultjainkhoz, sátrainkhoz, és akarják támogatni az MSZP Európában akarok maradni petícióját. Ez azt mutatja, hogy a magyar lakosság is fölébredt, és látja, hogy Orbán Viktor és politikája miatt kisodródhatunk az Európai Unióból. Ezért szeretném nagyon egyszerűen megfogalmazni május 26-ának az európai parlamenti választásnak a tétjét. Európa vagy Orbánisztán. Számunkra az Európa Párti Szövetség számára, a Párbeszéd és az MSZP közös listája számára egyértelmű, hogy mi bent akarjuk és bent is fogjuk tartani Magyarországot az Európai Unióban. Horn Gyula pártja vitte be Magyarországot az Európai Unióba, és a mai MSZP fogja ott tartani a magyar közösséget, a biztonságot jelentő Európai Unióban. De nem elég csak azt megfogalmazni, hogy mit kritizálunk Orbán Viktoron. Ugye emlékeznek, mit mondott néhány évvel ezelőtt? Elhíresült mondása, ezt akkor most megvárom. Bocsánat. Pont az M1 mikrofonja esetlen, valami félreértés legyen. Hát de itt a Hír TV-je majd átadják. Orbán Viktor néhány évvel ezelőtt azt mondta, az Európai Unión kívül is van élet. Akkor még leginkább mosolyogtunk, és kritizálva egy szóbotlásnak gondoltuk sokan ezt a mondatot. Az elmúlt évek politikájából viszont egyértelműen látszik, számára ez mára stratégia lett. Ha nem tudja a saját diktatórikus hajlamainak megfelelő színre, képre festeni, átalakítani az Európai Uniót, akkor ő maga fogja onnan kivinni a magyar közösséget. Azt is megfogalmaztuk az elmúlt napokban, hogy milyen Európát szeretnénk. Mi egy szociális Európában gondolkodunk. Az élő adás szépsége.
Este úgy is megyek be az ATV-be, majd elmondom a mondatokat. Mi egy szociális Európában gondolkodunk, egy olyan Európai Unióban, amely végre az emberek hétköznapi problémáival, fizikai és megélhetési biztonságával foglalkozik. Ezért fogalmazta meg az MSZP azokat a követeléseket, amelyeket az Európai Szocialista Párton keresztül el fogunk érni. Ilyen az európai minimális nyugdíj kérdése, amelyet mi mostani árfolyamon 94 ezer forintban köteleznénk. Ilyen az európai minimális bér kérdése, amit mi mai árfolyamon 240 ezer forintban határozzunk meg. És ilyen az a nagyon-nagyon fontos vállalás, hogy szeretnénk minden európainak, így minden magyarnak, Sárbogártól Szerencsig, Debrecentől Sopronig, minden egyes magyarnak, hogy ugyanolyan egészségügyi szolgáltatás járjon, mint Európa más országaiban. Ezért fogalmazta meg ezen a héten az MSZP azt a követelését, amelyben egy európai egészségügyi dolgozóknak járó minimál bért követeljünk. Orvosoknak ez mai árfolyamon 1,5 millió forintos bruttó fizetés, az egészségügyi szakápolóknak, dolgozóknak pedig 750 ezer forintos minimális fizetés. A tegnapi napon több önkormányzati vezetővel is találkoztam, akik jelezték, szeretnének, kérnek, követelnek olyan pályázati forrásokat az Európai Uniótól, amelyben az egészségügyi dolgozókat ott a településen való tartásra, ott tartásra, vagy éppen oda csábításra támogatást kaphatnak az Európai Uniótól. Orvos és egészségügyi dolgozó megtartó programokra van szükség. Nem fogom részletezni a programunkat, hiszen minden nap bemutatunk annak egy-egy elemét. Azt szerettem volna jelezni, hogy mi az Európai Unióban és egy ilyen szociális Európai Unióban képzeljük el csak és kizárólag Magyarország jövőjét. Május 26-a tehát egy újabb népszavazás lesz. Egy újabb népszavazás, mint egy 16 évvel, 2003. április 12-e után. És ez a népszavazás, ez arról szól, hogy hol akarunk tovább élni, Orbánisztánban vagy az Európai Unióban.